A garniszálló portása. A garniszálló is, a portásság is apáról fiúra szállt hosszú évtizedeken keresztül. Egy napon aztán meghalt az öreg tulajdonos, és egy nyughatatlan, vállalkozó szellemű, ötletes fiatalember vette át a garniszállót. A fiatalember elhatározta, hogy korszerűsíti az üzletet. Átalakította a szobákat, aztán magához rendelte a személyzetet, hogy ellássa őket utasításokkal. A portásnak azt mondta, maga mától fogva nem csak a kapuban áll, hanem hetente jelentést fog készíteni nekem. Följegyzi benne, hogy naponta hány pár látogat hozzánk. Minden ötödiktől megkérdezi, milyennek találják a kiszolgálást, és mi mindenen szeretnének javítani a házban. És hetente egyszer bemutatja nekem ezt a jelentést, melyet elláthat minden olyan megjegyzéssel, amit jónak talál. A férfi megremegett. Sohasem esett nehezére a munka, csak hát... Örömmel teljesíteném a kívánságát, uram, motyogta, csak hogy én nem tudok írni, olvasni. Ó, mennyire sajnálom! Maga is megértheti, én nem fizethetek külön azért még egy embert, hogy ezt a munkát elvégezze nekem. Meg arra sem várhatok, hogy majd maga megtanul írni, olvasni, úgyhogy... De uram, nem bocsáthat el! Egész életemben itt dolgoztam, ahogy az apám, meg a nagyapám is. Nem hagyta, hogy végigmondja. Nézze, én megértem, de nem tehetek magáért semmit. Magától értetődően kártalanítjuk. Vagyis adunk annyi pénzt, amiből meg tud élni, amíg másik munkahelyet talál. Úgyhogy sajnálom, járjon szerencsével. Ezzel sarkon fordult, és elment. Az ember úgy érezte, most összedől a világ. Álmában sem gondolta volna, hogy ilyen helyzetbe kerülhet. Hazament, és életében először munkanélkül maradt. Nem volt mit tenni. Eszébe jutott, hogy a garniszállóban, mikor néha napján tönkrement az ágy, vagy eltörött a szekrény lába, ő mindig kieszelte, hogy egy kalapács és néhány szek segítségével hogyan lehetne egyszerűen megjavítani. Arra gondolt, a javítás jó elfoglaltság lenne neki átmenetileg, amíg valami rendes munkát talál. Elkezdett keresgélni a házban szerszámok után, amelyekre szüksége lehet, ám csak egy pár rozsdás szeget meg egy kicsorbult harapófogót talált. Úgyhogy arra gondolt, a kapott pénz egy részéből vesz majd magának egy teljes szerszámkészletet. A sarkon megtudta, hogy a faluban egyáltalán nincs vasbolt, ezért két napi járóföldet meg kell tennie összvérháton, mire eljut a legközelebbi faluba, ahol bevásárolhat. Mit számít? Gondolta. Ezzel útnak indult. Hazafelé jövet már megvolt a csinos küllemű, teljes szerszámos ládája. Még a csizmáját sem húzta le, mikor kopogtattak az ajtaján. A szomszédja volt. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, tudna-e nekem kölcsönadni egy kalapácsot? Nézze, igen, de épp most vettem. Szükségem lesz rá nekem is, hogy dolgozhassak. Most, hogy munkanélkül maradtam. Jól van, de holnap kora reggel visszahoznám. Akkor vigye csak. Másnap reggel ígéretéhez híven a szomszéd kopogtatott. Nézze, szükségem volna még a kalapácsra. Nem adná el nekem? Nem, nem, kell nekem a munkához, különben is a vasbolt összvérháton is két napi járás innen. Egyezzünk meg, mondta a szomszéd. Én megfizetem a kétnapos oda-vissza utat meg a kalapács árát. Úgy sincs munkája, nem mindegy magának. Való igaz, és így négy napra legalább lesz munkája. Elfogadta az ajánlatot. Amikor visszatért, egy másik szomszéd várta a háza ajtajában. Adj Isten, szomszéd! Maga adta el a barátunknak azt a kalapácsot? Nekem is szükségem volna pár szerszámra. Hajlandó vagyok megfizetni a négy napos utat, és minden darabért adok némi jutalékot. Tudja jól, nincs mindenkinek négy napja rá, hogy bevásároljon. A volt portás kinyitotta a szerszámos ládáját, és kivett belőle a szomszéd egy csípőfogót, egy csavarhúzót, egy kalapácsot, meg egy vésőt. Kifizette neki, aztán elment.
nincs mindenkinek 4 napja rá, hogy bevásároljon. Idézte föl magában, amit a szomszédja mondott. Márpedig, ha ez így van, akkor sok embernek szüksége lehet rá, hogy elmenjen szerszámot vásárolni. A következő útján elhatározta, hogy a kártalanításként kapott pénzből kockára tesz egy kisebb összeget és több szerszámot hoz, mint amennyit eladott. Ezzel talán időt is spórolhat. Híre ment a környéken, úgyhogy sok falubeli nem járt ezután bevásárolni. Az immár szerszám árussá előlépett portás hetente egyszer elment és megvásárolta, amire a vevőknek szüksége volt. Hamar rájött, hogyha találna alkalmas helyet, ahol a szerszámokat tárolni tudná, még több utat takaríthatna meg és még több pénzt kereshetne. Úgyhogy bérbe vett egy helyiséget. Utána megszélesítette a raktár bejáratát, és pár hétre rá egy kirakatot is tett hozzá, úgyhogy a helyiségből a falu első szerszám árudája lett. Mindenki elégedett volt, és vásároltak is az üzletben. Már nem kellett utaznia, mert a szomszéd falu vasboltja elküldte a megrendelést, nagyon jó kuncsaft volt. Idővel aztán a legtávolabbi kis falvakból is inkább az ő vasboltjába jártak vásárolni, mert így 2 nap utat megtakaríthattak. Egy szép napon eszébe jutott, hogy a barátja, az esztergályos, gyárthatna neki kalapácsfejeket. Azután pedig, miért is ne, harapófogót, csípőfogót és vésőt is. És utána jött a szeg, a csavar. Hogy ne nyújtsam túl hosszúra az elbeszélést, csak annyit mondok, hogy emberünkből 10 év alatt milliómos szerszámgyáros lett, mert tisztességesen dolgozott. Ő lett a vidék leggazdagabb vállalkozója. Olyan gazdag, hogy egy szép napon az iskola évnyitó alkalmával elhatározta, hogy épített a falunak egy új iskolát, hogy majd az írás-olvasás mellett a kor fontosabb szakmáit és mesterségeit is kitanulhassák ott a gyerekek. A kormánybiztos meg a polgármester hatalmas ünnepséget rendezett az iskola avatóra, és díszvacsorát adtak az alapító tiszteletére. Utóbb a polgármester átadta neki a város kulcsát, a kormány megbízott pedig átölelte és azt mondta neki, nagy büszkeséggel és hálával töltene el bennünket, hogyha az új iskola évkönyvének első lapját maga írná alá először. Részemről volna a megtiszteltetés, felelte az ember. Azt hiszem, semmit nem szeretnék jobban, mint hogy aláírhassam, de nem tudok írni, olvasni. Analfabéta vagyok. Maga? Csodálkozott hitetlenkedve a kormánybiztos. Maga nem tud írni, olvasni? Maga úgy épített föl egy ipari birodalmat, hogy írni, olvasni sem tud. Meg vagyok döbbenve. Most már csak azon tűnődöm, mi minden tett volna, ha írni, olvasni is tudott volna. Én erre tudom a választ, felelte higgadtan az ember. Ha írni, olvasni tudnék, akkor a garniszálló portása lennék. Itt a vége.